vajdasági parlamenti választásokat Pásztor István. Renoválják a mezőgazdasági középiskola sportcsarnokának tetőszerkezetét. Ijászversenyt szerveznek Pannónián. Továbbra is borongós maradhat az időjárás. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök március 4-i híradónkat látják. Kiírta a vajdasági parlamenti választásokat Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke kedden Újvidéken. Április 26-án a vajdaságban élő mintegy 1,7 millió polgár megválasztja a 120 fős tartományi parlamentet. A tartományival egyszerre országos parlamenti és helyi önkormányzati választást is tartanak majd. A tanév kezdete után nem sokkal a viharos szél megrongálta a Topolyai Mezőgazdasági Iskola sportcsarnokának balonszerű tetőszerkezetét. Akkor a tartományi oktatási titkárság és az önkormányzat is azonnal az oktatási intézmény segítségére sietett. A titkárság 5,5 millió dinárt, az önkormányzat további 1,5 millió dinárt hagyott jóvá a renoválásra. Tóth Tibor, az oktatási intézmény igazgatója elmondta, hogy időbe telt, míg a törvényben előírt közbeszerzési eljárást lefolytatták, illetve előtte el kellett készíteni a tervdokumentációt és beszerezni a megfelelő engedélyeket is. A topolyai Baumon cég nyerte el a kivitelezés jogát, és a munkálatok most jó ütemben zajlanak. Az igazgató elmondta, hogy a balon alatti faszerkezetet is fel kellett újítani, valamint az elektromos hálózat egy részét is. Tóth Tibor szerint áprilisig elkészülhetnek a munkálatokkal, és attól kezdve ismét ott lehet majd tartani a tornaórákat, illetve a különféle rendezvényeknek is a sportcsarnok szokott a helyszíne lenni. Mindjárt áprilisban például a már hagyományos oktatási vásárt is ott szeretnék ismét megszervezni, melynek keretében több középiskola is bemutatkozik. Március 6-án pénteken tartja soron következő ülését a községi képviselőtestület. Topolya község 2020-as évre vonatkozó költségvetési tervezetének a módosítása is napirenden szerepel. Emellett az idei évre vonatkozó helyi foglalkoztatási cselekvési terv elfogadása, a regionális hulladéktároló Kft. Idei évi munkaterve és más aktuális kérdések is napirenden szerepelnek. Jelentést hallhatnak a képviselők a község ombudsmanjának 2019-es évi munkájáról is. Az ülés 9 órakor kezdődik. Az ősz és a tél specifikus időjárása új kihívások elé állítja a növénytermesztőket. A vajdasági földeken sárguló és zöldellő őszi vetésű parcellák váltakoznak. A sárguló általában az árpa, míg a búza általában valamivel zöldebb. A sárgulást a gombabetegségek és a tápanyaghiány önálló, illetve esetenként együttes hatásával magyarázzák. Barcsik Márta, növényvédő szakember elmondta, egészen rendhagyó időjárás jellemzi az idei telünket. Már úgymond tél vége felé járunk, hogyha egyáltalán beszélhetünk arról, hogy volt tél, mert az idei tél az teljes mértékben rendhagyó, és máshogy alakult, mint az előző években, ahogy mihoz mi hozzászoktunk. Ami a gabonákat illeti, mi már az ősz folyamán a kolléganőkkel együtt bizonyos betegségeknek a jelenlétét regisztráltuk, észleltük. Az árpák esetében hangsúlyosabbak ezek a tünetek és ezeknek a betegségeknek a jelenléte. Itt most gondolok a lisztharmat gombára és a leveleken megjelenő hálós levélfoltosság nevű betegségre, amit a Pirenophora nevű gomba okoz. Most ebben a pillanatban egy kombinált fertőzésről beszélhetünk, ami jelen van. Tehát az a sárgaság, amit az árpáknál látunk, az ennek a betegségnek, betegség jelenlétének is köszönhető. Persze itt vannak még más tények is, ami miatt sárgulhat az árpa. Egy, hogy ahogy említettem, egy rendhagyó tél állunk szembe, vagy hát még a rendhagyó tél tart, úgyhogy a növények az ősszel is ideális körülmények között voltak, és szépen tudtak fejlődni, szépen bebokrosodtak,
és hát az egész tél folyamán elég enyhe körülmények uralkodtak, úgyhogy a növények tovább fejlődtek, és azt a tápanyag mennyiséget, amit a gazdák az alaptrágyázáskor a növényeknek szánták, az nagyjából lassan el is fogyasztják, úgyhogy lehet, hogy majd a fejtrágyázásra, hát az már valójában folyamatban is van néhány kultúránál, tehát maga ez az, hogy éhes az árpa, betegség is jelen van, tehát ennek köszönhetően egy kicsikét sárgábbak. Persze most ez az időszak még nem alkalmas arra, hogy bármiféle növényvédelmi munkálatban kezdjünk, tehát itt még permetezésről szó sincs, csak oda kell azért figyelni, hogy amikor megindul a szárba szökkenés időszaka, akkor azért jobban odafigyelni az árpákra, hogy mi is történik velük. Van, ahol majd meg lehet várni az első szárcsomónak a megjelenését, és hát mindenképpen ezt is ajánljuk, hogy azért, ha csak lehet, akkor azért várják meg, hogy legyen azért egy kis levélmassza is, amin a gombaölőszerek jobban ki tudják fejteni, így a hatásukat jobban meg tudják védeni a növényeket. A buzák esetében ott azt kell, hogy mondjam, hogy tehát itt is van lisztharmat valamilyen mértékben, sokkal kevesebb, mint az árpák esetében, és rozsdagombát észleltünk az arra fogékonyabb buzafajtáknál. Akár 20%-os fertőzöttséget is jegyeztek a kolléganők, úgyhogy erre az érzékenyebb fajoknál, és hát ott, ahol buja egyáltalán, tehát bujább növényekről beszélünk, ott hamarabb meg fognak jelenni ezek a tünetek, ezek a betegségek. És hát van még egy dolog, amire majd oda kell figyelni, hiszen az ősz folyamán elég sok kabóca volt ott október közepén, október eleje közepe, egész október folyamán, de valójában a kabócák még november végén is voltak a gabonaféléken, és azt kell tudni ezeken a kis, hát van, aki azt mondta, hogy muslinca, de ez semmi köze hozzá, ezek kabócák, csak nagyon picikék, és az a gond velük, hogy az, hogy szívogatnak, az a valójában nagy kárt ugyan nem okoznak, de vírus hordozók lehetnek. Mi az év vége felé, tehát ott november vége felé mintáztunk, és fogdostunk ilyen rovarokat, és küldtünk analízisre, és azt, amit mi megfogtunk, azokban a kabócákban kimutatták, hogy igen, fertőzöttek voltak, tehát vírust tovább tudtak terjeszteni. Hát biztos, hogy nem az összes parcellán volt ilyen rovar, de azért kicsikét, főleg azok, akik nem kezelték ezeket a rovarokat és a levéltetveket, hiszen a levéltetvek is vírushordozók lehetnek, ott kicsit jobban oda kell figyelni, hogy az a sárgaság, ami most is észlelhető, hogy az valójában csak a tápanyaghiánynak a következménye, vagy a gombás fertőzés következménye, vagy ne adj Isten vírusfertőzöttség jelenlétére is utalhat, tehát az is lehet. Tehát, de úgy valójában ez majd szárba szökkenéskor mutassa meg leginkább magát, hiszen ezek ha vírusfertőzött a növény, akkor kisebb marad, sárga marad, de látszik rajta, hogy szenved. Növekvőben van a vállalkozói kert Topolyán. Vanyúr Gabriella, a Vállalkozók Általános Egyesületének a titkára arról számolt be, hogy egyre többen próbálkoznak vállalkozóként boldogulni. Műsorunk vendége Vanyúr Gabriella, a Topolyai Vállalkozók Általános Egyesületének a titkára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mit tudunk elmondani a mögöttünk álló évről, illetve a mögöttünk álló periódusról? Ha jól emlékszem, akkor egy évvel ezelőtt, amikor csináltunk hasonló beszélgetést, akkor arról az örvendetes hírről tudtunk beszámolni, hogy növekvőben van a vállalkozói kedv itt a Topolyai Község területén. Továbbra is töretlenül növekvőben van ez a vállalkozói kedv? Hogyha megengedi, akkor én nem egy évre visszamenőleg kezdeném el a beszélgetésünket, hanem 133 évre visszamenőleg.
visszamenőleg, hiszen az Egyesületünk az idén ünnepli fennállásának 133. évfordulóját. Ugye a valamikori Iparosok Egyesülete 1887-ben alakult, és ugye követve a különböző változásokat 2002-ben alakult meg a Vállalkozók Általános Egyesülete, és azóta foglalkozik az összes vállalkozóval a községben. Igen, elmondhatjuk azt, hogy nőtt a vállalkozói kedv. Az elmúlt évek során mindig egy hasonló számról számoltam be minden beszélgetésünk alkalmával. Ott valamikor a 2010-es évek elején ez a szám egy ilyen 480-500 körül mozgott, majd idővel felkúszott 550-re. Most elmondhatjuk, hogy a legutolsó adatok alapján Topolya községben 646 vállalkozó működik, ami gyakorlatilag 100-zal több, mint az előző évek során. Véleményünk szerint több dolognak köszönhető ez. A vállalkozó kedv megnövekedése talán elsősorban a kedvező kezdőfeltételek feltételeknek köszönhető. Különböző pályázatok jelentek meg kezdő vállalkozók számára, amely lehetőséggel éltek is azok az emberek, akik azon gondolkodtak, hogy önálló vállalkozást nyissanak. 2018-ban a Prosperitáti pályázatai, startup pályázatai jelentek meg, tehát azok, akik érdeklődtek a vállalkozók, vállalkozások megnyitása iránt, lecsaptak erre a lehetőségre, mert ugye nagyon kedvező feltételekkel alapeszköz beszerzésére adott támogatást az alapítvány. De ki kell hangsúlyoznunk még a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal pályázatait is, ugye, ami minden évben megjelenik körülbelül ebben az időben, illetve hát február közepe vége felé, ami szintén támogatást nyújt azoknak a személyeknek, akik gondolkodnak vállalkozás megalapításában. Ugye beszélhetünk itt arról is, hogy hogyan oszlik el a korosztály szerint a vállalkozások száma, illetve az új vállalkozók száma. Sokan fognak vállalkozásba azért, mert elvesztették az esetleges aktuális munkájukat, és még néhány év szükséges ahhoz, hogy a nyugdíjkorhatárt elérjék. Ebben az esetben ugye akkor egy önálló tevékenység végzésbe kezdenek. Viszont fontos kihangsúlyoznunk azt is, hogy egyre több fiatal érdeklődik az önálló vállalkozás megalapítása iránt. Ez sok tényezőnek köszönhető. Az egyike talán az, hogy a topolyai középiskolákban is megjelent ugye a vállalkozás tantárgya, amelynek keretein belül már a tizenéveseket is informálják azokról az alapvető dolgokról, amik szükségesek ahhoz, hogy elgondolkozzanak egy esetleges vállalkozás megnyitásában. Valamint a másik nagyon fontos dolog ezen a tantárgyon belül, hogy a gondolkodásmódot formálják úgy, hogy későbbiek során ez egy sikeres vállalkozás vezetést eredményezhessen. De természetesen a 20-30, 30-40 éves korosztály is érdekelt, sőt, voltak olyan ügyfeleink az elmúlt évben, akik külföldről költöztek haza 3, illetve 4 év után, hogy itthon önálló vállalkozásba kezdjenek Topolya községben. Azért, mert találtak egy piacirést, amiben láttak fantáziát, és elkezdték azt a bizonyos tevékenységet. És mondhatom, hogy több mint fél év után sikeresen. Március 9-én 9 órától tartják a Topolyai Színházteremben a Diák Színjátszó községi szemléjét, melyen bemutatkozik a Topolyai Művelődési Ház Mosolycsaló gyermekcsoportja, a Gunarasi Tátos Színjátszócsoport és a Bácskos útfalvi Gézengúzok. A szemle nyitott, minden érdeklődő helyet foglalhat a közönség soraiban. Március 26-án csütörtökön 19 órától etno-jazz estet tartanak a Topolyai Művelődési Ház színház termében. A Trio Balkan Strings saját szerzeményeket játszik a balkáni jazz és komoly zene elemeivel. A belépő 250 dinár. Helyeket foglalni a Művelődési Ház irodájában vagy a 024 713 515-ös telefonszámon lehet.
Vasárnap Budapesten lépett fel a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Cirkalom tánc együttese. A néptánc antológiát évente egyszer szervezik meg, melyen az elmúlt év legszínvonalasabb, nem hivatásos előadóit láthatja a közönség. Az idei néptáncgálán a Budapesti Operett Színházban a Cirkalom bácskai tiszamenti táncokat adott elő. A folyamatos kimagasló munkájáért, az elért eredményért a Cirkalom negyedik alkalommal vehette át a Martin plakettet, melyet azok a néptánc csoportok kapnak, amelyek az országos minősítőversenyen három alkalommal kiérdemlik a kiválóan minősült címet. Az áramelosztó topolyai részlegének értesítése szerint a hálózaton végzendő javítási munkálatok miatt március 6-án pénteken 11-től 12:20-ig áramszünet várható Topolyán, a Korvin Mátyás utca főutcától a Lenin utcáig terjedő szakaszán a páratlan oldalon. Ugyanezen a napon 13-tól 14:20-ig a Nikola Tesla utca 7-es, 9-es, 11-es és 13-as száma alatt található épületekben számíthatnak áramkimaradásra. A Tókörnyezetvédő Horgász Egyesület tagságának célja, hogy megóvják környezetünket, annak állat- és növényvilágát. Napi szinten aktívak a tó környékén, őrzik, szépítik a most már védettség alatt álló területet. A süllő ívása idén az enyhe idő miatt korábban kezdődik, ezért már is kihelyeztek fészkeket, hogy ezek a ragadozó halak zavartalanul szaporodjanak. Linder Zoltán, az Egyesület elnökségi tagja elmondta, hogy a vízhőmérséklet magasabb a szokásosnál, ezért igyekeztek kirakni a fészkeket, mert az ívás is előbb megkezdődhet. IASZ versenyt szerveznek Pannónián, a részletekről Plahi Attila, a főszervező számolt be. Műsorunk vendége Plahi Attila, bajsai IASZ. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Egy úgynevezett tavaszi IASZ versenyt szerveztek, idén már harmadszor, ha jól tudom, tehát halljuk a részleteket. Hát így van, a verseny már harmadik alkalommal szervezzük meg, mondhatjuk, hogy már hagyományos is, szeretnénk mindenféleképp hagyományát tenni. Március 29-én szervezzük reggel 8 órai kezdettel, kint Pannóniának parkerdőben. Kik fognak versenyezni és hogyan fognak versenyezni, tehát a részletekre is térjünk egy kicsit ki. A részletek a következők. Minden versenyzőt szívesen látunk, sem klubtagság, sem szövetségi tagság nem kötelező a mi versenyünkre, ez egy örömi IASZ verseny. Valójában egy rekreatív, egy kikapcsolódást nyújtó verseny. Bízunk a szép időben, ugyanis az elmúlt évben, amit szerveztünk versenyt, ott nagyon jó idő szolgált ránk, szinte végig napsütés. Hát várjuk az idei tavaszt, ugyanis az a címe a versenynek, hogy tavasz váró, úgyhogy bízunk abban, hogy az idő az megajándékoz bennünket egy kis napsütéssel. Látom itt a kiírásban, hogy 3D, illetve 2D, ugye ezek a kifejezések mit takarnak? Tehát háromdimenziós és kétdimenziós métákra lehet majd lőni? Igen, maguk a célok, tehát 12 cél lesz kihelyezve a pályán, különböző távolságba, különböző magasságokba, tehát itt nem csak állandóan lefelé lövünk, hanem bizonyos magasságba, ugyanúgy az állat teste, tehát a háromdimenzió az azt jelenti, hogy az élő állatnak a hasonmása, tehát mind súlyban, mind nagyságban megfelel az élő másának. A kettődimenziósok viszont ilyen körvonalasan körbeírják azt a bizonyos állatot, tehát legyen az nyúl, pulyka, kacsa, róka, bármi. Itt is ugyanúgy megfelel a nagyságnak, csak annyi, hogy ez kettődimenziós, nincs olyan szépen kifestve, meg nincsen neki olyan profi alakja, mint a 3D-s állatoknak. És hát gondolom, hogy a kisgyerekek ugye a nagytaták kíséretében is elmehetnek erre a versenyre, viszont nem fognak ugyanabban a kategóriában versenyezni. Persze, itt minden mezőny, tehát minden kategória megtalálható a mezőnyben, a minikorosztály az 9 évestől van, valamint a tiszteletre méltót is ugyanúgy meg tudjuk majd tanálni a mezőnyben, mert itt sok versenyzőre számítunk, körülbelül olyan 80-tól 100 versenyzőre, úgyhogy ha a kisfiú, kislány a tatával jön, mind a ketten tudnak nevezni, nincs akadálya. Hol lehet nevezni, tehát hol lehet megtalálni a szervezőket, mondjunk elérhetőségeket? Elérhetőség az 0638-666-599-es telefonszámon, vagy a kisplahi@gmail.com e-mail címen lehet nevezni, de hát ugye itt még van egy hónap körülbelül a nevezés lezártáig, addig még
bő határidő várja a versenyzőket. És hát nem mellékes, ugye, hogy amikor befejeződik ez a verseny, akkor sor kerül majd a díjkiosztóra, és hát egy közös ebéd is várja a résztvevőket. A közös ebéd az mindenféleképp. Ugye ez minden versenyen úgy szokott lenni, hogy a verseny lezártával még a pontokat összeszámolják az adott szervezők, addig a versenyzők vagy kísérők, ha vannak, ők is elfogyasztják közösen velük az ebédet, és akkor már, mikor mindenki jól lakott, utána jön az éremosztás. És hát ugye mindez csak azt jelzi, hogy itt vidékünkön, illetve mondhatjuk azt, hogy a tágabb régióban is egyre népszerűbb sport ez az íjászat. Hát igen, nálunk ez földjövőben van, főleg az utolsó mondjuk úgy 5 évben. Eddig ilyen kisgyerekcipőbe járt, de most már egyre több profi, vagy félprofi, vagy akár amatőr egyesület van, mind szövetség keretein belül, mint azon kívül. Mondhatni azt, hogy tehát rohamosan nő az íjászok száma, egyre komolyabbak a klubok, vannak jó föltételek itt már nálunk Vajdaságban, ugyanúgy, mint edzés szempontjából, mint klubszint magasságában. Tehát ezt mindenkinek el kell dönteni, hogy milyen szinten szeretné folytatni. Természetesen, hogyha magasabb célokat szeretne valaki magának kitűzni, akkor egy komolyabb klubban kell neki edzeni. Ha viszont csak ilyen örömíjász szinten, akkor akár ilyen kis amatőr klubokban is edzegethet. Ejtsünk néhány szót végezetül a te klubodról is. A mi klubunk az 2012-ben alakult. A kollégám Erdélyi Endre alapította feleségével, Ágotával. Ők elejében csak gyerekekkel foglalkoztak, de hát itt az idő múlásával ugye a gyerekek is kicserélődtek, a régiek más sportágat választottak, valamint jöttek új gyerekek. Közben felvettünk pár felnőttet is a klubba, úgyhogy ezután eddig is mindenkit szívesen várunk, vagy vártunk, meg ezután is szívesen várjuk az új tagok jelentkezését. Hát nem mondom, hogy kisgyerekcipőben járunk, de évről évre egy lépést haladunk előre. Tehát ez is a célunk, hogy minél jobban belehúzni a gyerekeket ebbe a sportba, minél jobban megismertetni velük, és aki úgy dönt aztán, hogy ezt kicsit komolyabban szeretné csinálni, akkor ezt közösen folytatnánk. A TRC 2-1-es győzelmet aratott Zentán a Kruševaci Napredák ellen a szerb Szuperliga 24. fordulójában. A TRC ezzel a győzelemmel már negyedik a tabellán, a következő ellenfél a belgrádi Rád lesz idegenben. A mérkőzést szombaton 16 órától játsszák. Csütörtökön nem várható említésre méltó csapadék hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt majd a nap. Hajnalban ködfoltok képződhetnek. A csúcshőmérséklet 12 fok körül alakul. Pénteken egy újabb mediterrán ciklon okozhat sokfelé esőt, záporokat. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 3, napközben 10 fok valószínű. Szombaton felhős marad az ég, a maximumok pedig 8 fok körül alakulhatnak. Kedves nézőink, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!